A gyorsan átmelegedő, tápanyagokban dús, lassú folyású, valamint az állóvizek nyár elejére telítődnek apró élőlényekkel, többek között szúnyoglárvákkal is. Az utóbbiak szorgalmas pusztítói a gyors röptű szitakötők, a karcsú testű, feltűnő színezetű, apró légivadászok. Párzásuk és peterakásuk jól megfigyelhető egy-egy náddal, sással ritkásan benőtt vízparton, ahol kedvező körülmények alkalmával tömegesen is megjelennek. A szitakötők, így az Alföldön is gyakori, kéksávos légivadászok többnyire a levegőben párosodnak. A hím botrok függelékével megfogja a nőstény nyakát és torát. A párzás folyamata alatt néhány percig együtt repülnek. Ezt követően a nőstények a vízben úszó növényzetre rakják petecsomóikat, vagy a vízbe süllyesztik azokat. A peterakás alatt a pár többnyire együtt marad. A kéksávos légivadászpár kedvező körülmények között évente akár három generációt is képes létrehozni. A szitakötők jelenléte egy-egy vízfelületen annak minőségét is jelzi, mivel szennyezett, vegyszeredett vizek mentén nem élnek meg.